hogy a fiatalokkal mi történik, mert mindig ez a legizgalmasabb. Azt látjuk egyébként, hogy a média hatásaira, egyébként negatív hatásaira leginkább az idősek és a legfiatalabbak, tehát ők veszélyeztetettek. Gyilkos harca figyelmünket címmel tartott előadást Gold Ádám generáció kutató Szekszárdon. Az esemény alkalmával tágabb képet kaptunk az Z és Alfa generációkat leginkább sújtó problémákról, így az elmagányosodásról, közösségi média függőségről, leépülő memóriáról, illetve kötődési nehézségekről. Alfa generációnál aktuális, ezek azok a fiatalok, akik 2010 után születnek, tehát ők jelenleg legfeljebb 12-13 évesek. Ezek a gyerekek szintén úgy nőnek fel, hogy rengeteg időt töltenek, már nem csak az online média világában, hanem digitális okos eszközök társaságában, ezért még fokozottabb veszélynek vannak kitéve, hiszen ezek az eszközök nagyon egyszerűen használhatók, nagyon minimális tudással már lehet tartalmakat fogyasztani ezeken, és ezért tartom nagyon lényegesnek, hogy a szülőknek minél előbb felhívjuk a figyelmét arra, hogy akár már néhány hónapos kortól figyeljenek arra, hogy a gyermek milyen kontextusban, hogyan kerül kapcsolatba a médiával, hiszen sajnos a legfrissebb kutatások szerint akár már 2-3 éves médiafüggő gyerekekkel is lehet találkozni. Itt is megmutatkozik a szülői felelősség, így tehát segíteni kell a gyermekeket a veszélyek felismerésében, de abban is, hogy ki tudják használni az internet adta előnyöket, azaz megtanulják a digitális műveltség alapjait. Két oldalról is érintett vagyok. Egyrészt 3 gyermekem van, kisiskolások, és megy a harc otthon a figyelemért, illetve a nem elektronikus eszközökkel eltöltött időért. Másrészt másik oldalról is érdekel a dolog, marketing szempontból, PR szempontból, hogy lehet megkapni vagy megszerezni a figyelmet. A gyerekek akkor tudják hatékonyan használni az internetet, ha felkészítjük őket arra, hogy a használat során okos döntéseket hozzanak. Be kell vezetni a családban egy olyan média használati protokollt, amiben mindenki beleegyezik, amihez mindenki tartja magát. Egyébként az ajánlások szerint célszerű lenne 2 éves kor alatt teljesen tiltani a digitális eszközök használatát, utána fokozatosan bevezetni napi 5-10 perces média használattal, de szerencsés esetben 10-12 éves korig a média használat az mindig a digitális média használat az mindig a szülői jelenléttel párosul, tehát elsősorban arra kellene törekedni, hogy ez ne egy vég nélküli és ne egy magányos tevékenység legyen. Másrészt pedig bizonyított, hogy a szülők média használati szokásai közvetlenül befolyásolják, hogy gyermekeik mennyi időt töltenek a technológiai eszközökkel. Hát ez a generáció már nagyon más, mint mi. Néha az az érzésem, hogy így együtt születtek a telefonnal és a számítógéppel. Ők már kisiskolás korukban ezt tanulják az iskolába, és már kisiskolás korukban ügyesebbek voltak, mint én például. Ez a Covid időszakban jött nagyon elő, akkor éreztem igazán hátrányát annak, hogy én nem értek hozzá, ők viszont igen. Ez nekik nem volt hátrány, ez nekem volt szülőként hátrány. Sok dologgal próbálkozom otthon, hogy visszafogjam. Az olvasás szeretete eddig bevált, szerencsére nagyon szeretnek olvasni, de ezt még egész kisgyerekkorba kell elkezdeni. Én azt gondolom, hogy először könyv és utána elektronika. Előreláthatóan minél több időt töltenek a szülők böngészéssel vagy tévénézéssel, a gyerekeik annál többet tartózkodnak az online térben. A tiltás az semmiképpen nem vezetett jóra. Mivel jobban értenek hozzá, mint én, kikerülik azokat a kapukat, amit én tudok ebben csinálni. Mindig, mindenkor megbeszéljük azt, hogy most mennyit. Egyébként ugye korosztály függő is, hát én 2 órától tábláztam be, de igazából sokkal több időt töltenek ott, mint amennyit én szeretnék. Ezt észben tartva jobban tesszük, ha korlátozzuk nem csak gyermekeink, hanem önmagunk számára is a képernyők előtt töltött időt,
hogy ne érezzék, hogy versenyezniük kell a figyelmünkért. Én elsősorban a fiatal generációkkal, a Z generációval foglalkozom. A legfrissebb kutatások alapján egy átlagos Z generációs, átlagos figyelem időtartama 2,5 percre csökkent az elmúlt években, és talán még ennél is érdekesebb információ az, hogy egy fiatal figyelmének a felkeltésére mindösszesen 3 másodpercünk van. Tehát, hogyha ennyi idő alatt nem kap olyan érdekes információt, olyan érdekes tartalmat, ami megragadná a figyelmét, akkor el is vesztettük. A Z generációba azok a fiatalok tartoznak, akik 1995 és 2010 között születtek, és őket nevezzük az első digitális nemzedéknek, hiszen ők azok, akik beleszülettek a digitális forradalomba. A szakértő hozzátette, hogy az ő életükben a legmeghatározóbb szociális tényezőként jelenik meg az online világ, és ebben töltik az idejük nagy részét. Manapság egyre gyakrabban halljuk az angol szövegekben az AI kifejezést abban az értelemben, hogy mesterséges intimitás. És az a helyzet, hogy a kortárs társadalmakban ennek egyre nagyobb a jelentősége. Itt megint a közösségi média által keltett illúziókra lehet gondolni, arra, hogy vannak olyan Z-generációs fiatalok, akik úgy élnek meg párkapcsolatokat, hogy a valós térben és időben ezzel a személlyel nem is találkoznak, hanem tulajdonképpen az applikáción keresztül virtuálisan zajlik egy kapcsolat. Egyre nagyobb trend az, hogy már nem személyesen ismerkedünk, hanem különböző virtuális applikációkon keresztül. Jelenleg a fiatalok közel 60-70% számolt be arról, hogy a párját valamilyen online digitális alkalmazáson keresztül keresi. Ami nagyon megtévesztő és nagyon sok problémát okoz, mert ezek az applikációk valójában sokszor nem a valóságot mutatják, másfelől egy végtelen választási lehetőséget, vagy ennek az illúzióját kínálják fel, és ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogyha valakinek már nem úgy áll a haja, vagy nem tetszik a szemes színe, akkor már tovább is lépnek, és a valódi, mélységi ismerkedés pedig egyre ritkábban jön létre. Megfigyelhető az is, hogy a legtöbb esetben ezek a kapcsolatok csak virtuálisan léteznek, amik nem elégítik ki az ember kapcsolódási igényét, és ezek a platformok valójában csak a társaság illúzióját tudják megteremteni. A legtöbbször hát az Instagramot meg a TikTokot szoktam használni, azok így lekötnek, meg igazából szerintem az osztálytársaim is, meg a barátaim is legtöbbször azt használják. Hát nehéz, mert el lehet veszteni, állandóan pörgetjük, és akkor újabb videók vannak, újabb tartalmak, és akkor így mindig ad valami újat. És igen, szerintem ez baj egy fokon túl, hogy nagyon sokat használjuk az internetet. A kutató kiemelte, hogy fontos tisztában lenni mindenkinek, hogy milyen problémákkal küzd korunk globális és digitális nemzedéke.